trükk nincs, csak csinálni kell csinálni. És itt szeretnék beszélni egy ilyen nagyon, nagyon idegesítő dologról. Ugyanis képzeljétek! Képzeljétek el, hogy ezt másodszorra veszem fel, mert elveszett az összes fájlom, és soha nem csinált ilyet a GH5, soha nem csinált ilyet a SanDisk memóriakártyám, és persze most, ami szerintem eddigi vlogos pályafutásomnak a legfontosabb témája és interjú volt benne, és ez egy együttműködés, amit csinálunk, az egész oda veszett. És ha nehézséget meg kudarcok, tényleg annyira ideges vagyok, ahogy ezt mondom, hogy nem szabad feladni. Egyből, ahogy ez történt, legszívesebben szétszúztam volna mindent, de azt mondtam, hogy nem, mert meg fogom csinálni, és szinte egyből összeállt a kép a fejembe, hogy jó, akkor össze kell újra mindent rakni, akkor meg kell csinálni a beszélgetéseket, keresek más helyszínt. Ezt egy vasárnap veszem fel péntek helyett, de nem érdekel, mert annyira aludni se tudtam, hogy ezt akartam megcsinálni. Elmentem, vettem két memóriakártyát, és ki fogom javítani ezt a kudarcot, ami a végére, aminek nekem a tanulság, hogy teljesen az én hibám. Hiszen, hogyha lementettem volna egyből minden felvétel után, akkor nem lennék ilyen helyzetbe. Vagy a GH5 tud 2 memóriakártyára is menteni, tehát hogyha a másik is benne lett volna, amit eddig sose használtam, akkor nagy valószínűséggel nem romlik el egyszerre mind a kettő. Lényeg a lényeg, vállaljuk a felelősséget akkor is, hogyha valami nagyon-nagyon rossz dolog történik velünk, és ne hagyjuk azt, hogy ez földre tiporjon. Olyan szinte, hogy amikor meg ezt elkezdtem venni, a végére be fogom rakni, hogy a timelapse-et, amit az elején láttatok, csináltam, képzeljétek el, hogy leesett a kamera, basszus, kb. Egy ilyen több mint egy méter magasról, és rajta volt ugye a mikrofon, ami eltörött. Akkor átordítottam az Andrássy úton, azt nem rakom bele, de nem érdekel, akkor is folytatom, itt vagyok, csinálom, viszont most már mennem kell tovább, mert baromi késésben vagyok. Jelentkezem egy sokkal mélyebb témával, remélem készen vagytok rá, ami nem más lesz, mint... Jöhet a mélyebb téma? Ez nem más, mint az ügyfélkapcsolat. És itt álljunk meg egy pillanatra, hiszen mennyire király az, hogy létrehoztál valamit, amiben mások akkora értéket látnak, hogy fizetnek is érte. Ezt igenis értékeljük. Nyilván a saját szintünkhoz megfelelően, amit csak tudunk. És erre a legjobb példa nekem egy amerikai webshop, amit Zappos-nak neveznek. A Zappos az egy amerikai webáruház, igazából cipőboltnak indult, egy cipőwebáruháznak, és egy dologgal emelkedtek ki az egész világon, ez pedig a felhasználó élmény, a fogyasztókkal való kapcsolattartás, hogy igazából bármit kér a fogyasztó, azt ők megadják nekik. Az anekdóta a következő. Volt egy konferencia Las Vegasban, ahol a Zapposnak az alapítóját is meghívták, meg néhány versenytársával, konkurensével együtt beszélgettek arról, hogy hova tart az iparág, és pontosan a felhasználó élmény jött elő. És a Zapposnak az alapító a teljes vászélességgel kiállt amellett, hogy ők bármit, amit kérnek a fogyasztók, hogyha tudják, abban segítenek. Az egyik konkurens ugye a panelba beszélgetve ember azt mondta, hogy jó, persze, hát akkor én most feljön az ügyfélszolgálatot, és akkor letesztelem őket. Élőbe mondta az Zapposnak az Zappos alapítója, megmondta vele, hogy nyugodtan csináljátok. Oké, tárcsáz, kihangosítás, ott a mikrofon, több ezer ember előtt, és azt mondta, hogy hello, engem egyáltalán nem érdekelnek a cipők, nem is szeretnék vásárolni, viszont itt vagyunk Las Vegasban, egy hotelben, egy konferencián, és éhesek vagyunk, pizzát szeretnénk, de nincs kedvem ezzel foglalkozni. A választól mindenkinek leesett az álla, ugyanis csak annyit mondott a diszpécser, hogy természetesen milyen pizzát kér. Na ez az az extra kilométer, amit hogyha megteszünk, akkor kitűnünk a tömegből igazából azzal, hogy figyelmet szenteltünk a fogyasztóinknak. És pont a közelmúltban volt két személyes olyan történetem, ilyen fogyasztóélmény, amit gondoltam, hogy megosztok veletek, de előtte még egy kicsit edzek, mert közben ugye el kellett jönnöm edzeni, mert az az. Kész vagytok a sztorira?
Az első az a héten volt, amikor vacsoráztam egy barátommal, egy tök klassz kis helyen, boroztunk, söröztünk, rendeltünk mindenféle ételt, és a bor mellé a haverom kérte egy pohár vizet. És én ilyet még soha nem tapasztaltam, a felszolgáló csajszi azt mondta, hogy természetesen tud hozni ásványvizet, de hogyha szeretné, akkor hoz egy kancsó csapvizet. És tudta, hogy amúgy is rendelünk, tudta, hogy amúgy is költünk, de nem akart lehúzni még azzal az 500 forintos kisüveges ásványvízzel, és ezzel tökre megvett minket, még a kötelező szervizdíjon felül is természetesen tippeltünk neki, és hagytunk borra valót. A másik sztori pedig egy vásárlási élményem, már valamilyen boltban nem is tudom, hogy mit vettem, de mikor fizettem ugye bankkártyával, PayPass-szal, és nyújtom vissza, vagy veszem vissza a kártyát, akkor annyit szól nekem az eladó, hogy Péter, kérsz még hozzá szatyrot? És így lefagytam, hogy ismerjük egymást, az biztos, hogy nem YouTube-ról ismer. És leesett, hogy olyan szemfüles volt, hogy amikor ugye nyújtottam a kártyámat, akkor rajta van a nevem, és megnézte a nevemet, megjegyezte, és keresztnevemen szólított. Az extra lépés, amire nem lenne szükség, de mégis megteszik, az apróságok, amik nagy hatással bírnak. Ezekről és ilyen dolgokról beszélgettünk a Sophie by Chance tervezőjével, Zsófival, úgyhogy nézzétek meg azt a vlogot is, hogyha még nem láttátok, illetve írjátok meg ide kommentbe, hogy nektek milyen nehézségeitek voltak, és hogyan tudtatok rajta túllépni. Valamint ha most találkoztunk először, akkor szeretném megköszönni, hogy végignézted a vlogot, remélem, hogy tudtam értékekkel szolgálni, hogy legközelebb is találkozunk, mindenféleképpen nyomjál rá a feliratkozás gombra, és mellette a csengőre is, aztán meg, hogyha nem bírsz egy hetet várni, amíg a következő vlog kijön, akkor menj át Instagramra, és ott is kövess be PSN Ténikkel. Nagyon szépen köszönöm, hogy néztetek, sziasztok!